Köszöntöm a Cikádról magazin nézőit! A 25 éves Bátaszék is bemutatkozott a megyei önkormányzat immár hagyományos Vára megye rendezvényén. Bátaszék az első város volt Tolna megyében 6 esztendővel ezelőtt, ami átvehette helyi értékvédelmért végzett kiemelkedő munka eredményért járó megyei értékdíjat. Bátaszéken az értékmozgalom elindulása óta komoly energiákat fordítottak a helyi értékek felkutatására. Nem véletlen, hogy az első Vára megye rendezvényen Bozsarik Róbert polgármester átvehette a településnek járó díjat. A helyzet azóta sem változott, és Bátaszék minden esztendőben képviseltette magát a rendezvényen, hol gasztronómiáját, hol viseleti hagyományait tárva a kíváncsiskodók elé. Idén jubileumot ülnek, hiszen 25 év telt el azóta, hogy várossá nyilvánították a települést. Ez az esemény is tökéletesen alkalma arra, hogy településvezetők egymással találkozzunk, beszélgessünk, megosszuk egymással tapasztalatainkat, kicsit siránkozzunk, hogyha arról van szó, de örömet is természetesen. Megmutatjuk egymásnak az értékeinket, ilyen értelemben mindenképpen van létjogosultsága, hogy önkormányzati együttműködéseknek, települési önkormányzati együttműködéseknek van-e létjogosultsága, az már nem ennyire egyértelmű. Intézményműködtetésekben azt gondolom, hogy igen, tehát a klasszikus értelemben vett feladatellátásban igen, fejlesztésekben már nem biztos, mert egy kicsit egymás ellenfelei vagyunk pályázatok során, hiszen mindenki a saját településének boldogulását, a saját településének helyzetét próbálná erősíteni. Ebben a dologban már nem biztos, hogy tudunk együttműködéseket végrehajtani, de ettől függetlenül szívesen jövünk a megye napra. Egyre nehezebb az értéktárbizottság munkája, hiszen a kezdet-kezdetén sokkal nagyobb és sokkal látványosabb időzőjelben sikereket lehetett elérni, hiszen az elején minden értéket meg lehetett mutatni. Most már egyre nagyobb kutató munka kell, hogy felszínre hozzanak esetleg olyan értéket, ami az elmúlt 6 évben nem került gyakorlatilag szem elé. Nem tudom, hogy ezt lehet-e még fokozni. Én azt gondolom, hogy kicsit át fog értékelődni az értéktárbizottságok munkája. Most már nem biztos, hogy az értékek felszínre hozatala, hanem az értékek megőrzése lesz az elkövetkezendő időszaknak a feladata. Hát ebben mi a saját értéktárbizottságunknak minden segítséget meg fogunk adni. Azt gondolom, a megye is ebben nagy szerepet tud majd vállalni. Az önkormányzatok és a települési értéktárbizottságok mellett felértékelődik ebben a munkában a civil szervezetek szerepe is, mondta Bozsarik Róbert. Egyre kevésbé tudnak az önkormányzatok, hivatásszerűen ezzel foglalkozni. Tehát ez akkor tud majd élő lenni, és akkor tud működni, hogyha egyre több civil szervezet bekapcsolódik ebbe a munkába is, és ők magukénak érzik az egyes értékeknek a megóvását és továbbadását az utókor számára. A városunk ebben az esztendőben ünnepli avatásának 25 éves évfordulóját. Egy kicsit olyan felemásra sikeredett ez az év. Sokkal felemelőbben szerettük volna ezt ünnepelni. Most beérjük ezekkel a kis eseményekkel, szívesen jövünk, hiszen itt meg tudjuk mutatni a 25 éves városnak az értékeit, és a városunkban is majd próbálunk olyan eseményeket azért még megtartani, amennyiben erre lesz lehetőségünk, ahol méltóképpen tudunk visszaemlékezni az elmúlt 25 évre. Minden kerek évforduló egyfajta értékelésre ad lehetőséget. Nekünk is az elmúlt 25 év eredményeit majd számba kell vegyük az elkövetkezendő hónapokban, és hát ezt szeretnénk is megmutatni a bátaszékieknek, hogy milyen volt 1995-ben Bátaszéken élni, és milyen most 2020-ban. A rendezvények egyelőre csak tervszinten vagy folyamatos előkészítés alatt állnak, és hogy ezekből mi valósulhat meg, az idő és a vírusjárvány állapotának kérdése. Egy biztos, az összegyűjtött értékek védelme és közreadása továbbra is kiemelt feladat Bátaszéken. Balesetveszélyessé vált a városi óvóda terasza. A felújítás finanszírozásáról és a munkák elindításáról legutóbbi ülésén már döntött a képviselőtestület, így várhatóan a szeptemberi évnyitásra elkészülnek a munkálatokkal. Ameddig csak lehetett, vártak a bátaszéki óvodában a terasz felújításával. Mára kiderült, nem lehet tovább várni, mert balesetveszélyessé lett az építmény. Viszonylag régóta húzódó probléma áll emögött, és erre most tudott az önkormányzat forrás biztosítani, hogy a több mint 350 négyzetméteres összterületű teraszt fel tudjuk újítani. Több
burkolólap feljött, így a óhatatlan, hogy adott esetben itt a gyerekek elbotlanak benne, tehát mindenképpen balesetveszélyes állapot állt fent. Tekintettel arra, hogy ezek kültéri teraszok, és ugye a bontási munkák után kiderül több olyan probléma, ami megoldásába külsős szakembernek a tudását vettük igénybe. Itt azokra gondolok például, hogy olyan repedések keletkeztek az aljzatbetonba, ugye, amit kezelnünk kell, és ezeket a repedéseket gyakorlatilag egy speciális anyaggal fogjuk kiönteni, illetve idézőjelbe összevarni a két elmozdult felületet. Ezen kívül ugye gondolni kell arra, hogy rendkívül nagy a hőmérséklet ezeknek a burkolalapoknak, tehát nagy a hőtágulása. Itt úgynevezett irányított repedésképzést fogunk alkalmazni, és a fugáknak egy részét ugye rugalmas anyaggal fogjuk kitölteni, hogy ez a lapoknak a felszakadása az ismételten ne jöjjön létre. Jelenleg a burkolatok bontási munkái folynak, és közben folyik a szükséges anyagok beszerzése is. A felújítás teljes költsége megközelíti a 7 millió forintot. A tervek szerint a szeptemberi évkezdésre befejeződik az építkezés. Oklevéllel jutalmazta a Bátaszéki Polgárőr Egyesület azt a 8 tagot, akik kimagaslóan teljesítettek szolgálatot a veszélyhelyzet alatt. Ezzel egyidejűleg megtartották első taggyűlésüket is, ahol beszámolót tartottak az elmúlt hónapok eseményeiről, és tájékoztatták a tagokat, hogy az Egyesület eszközparkja két új kerékpárral bővül. Minden olyan egyházi, állami és önkormányzati rendezvényen részt vettünk, amire felkérés érkezett. Ez tavaly is ugyanígy történt, ettől nem tértünk el. Részt vettünk Bornapokon, Majálison, Városnapján, Orbán napi körmet, hogy egyházi mondjunk, sportrendezvényeken, és ez a jövőben is ugyanígy fog történni, amikor megkeresnek minket, természetesen a rendezvényeket. Bátaszékváros Polgárőr Egyesülete minden jelentősebb rendezvényen részt vett az elmúlt 30 évben. A koronavírus ideje alatt sok minden változott, nem tudtak taggyűlést tartani, és sok dologgal bővült a feladatkörük. Mivel a koronavírus okozta veszélyhelyzet alatt megtiltották a csoportosulást, az egy légtérben tartózkodó emberek számát korlátozták, ezért nem tudtuk az éves rendes közgyűlésünket megtartani, nem tudtunk a tagság és a támogatóink, szponzoraink, polgárőrtársaink felé elszámolni. Ugye veszélyhelyzetben mi is, mint az összes többi településen egyszemélyes döntéseket hoztunk. Ezekről a döntésekről szeretnénk tájékoztatni a tagságot, úgyis ez a polgárőrség, ez még mindig egy önszerveződő csapat. Mi is ugyanolyan polgárok vagyunk, akik vezetjük, de ugyanolyan elszámos kötelezettséget tartozunk nekik. Tájékoztatjuk őket az elmúlt időszakról, a vírushelyzetről, milyen tevékenységeket végeztünk az önkormányzat és a mi megyei szövetségünk vagy országos szövetségünk felkérésére, plusz ugye pénzügyi helyzetről kellett dönteni, előző évi beszámolót el kellett fogadni, az idei költségvetési terveket, szakmai terveket el kellett fogadni. Ugye sajnos ezt az ötfős elnökség fogadta el, és most erről fogjuk tájékoztatni a mi tagjainkat. Az első és legfontosabb volt ugye a rend és a fegyelem fenntartása. Tehát tőlünk a polgármester úr is azt kérte, polgárőr mozgalomtól is az elvárás az volt, hogy közteleti jelenléttel vegyük elejét a rendbontásoknak, foganatosítsuk azokat a döntéseket, amiket az operatív törzs hozott, szájmaszt, ne csoportosuljunk, ne menjünk játszótérre, másfél métert tartsunk be a boltokba. Volt olyan feladatunk, hogy a takarékszövetkezetbe beengedni kellett az embereket, csak a megfelelő létszámba. A piac úgy nyílhatott csak meg, már húsvét előtt is, hogy polgári jelenlét kellett, ugye ott is fontosan a maszk és a másfél méter betartásának a foganatosítása. Mégis ez töltötte ki az egészet. Emellett ugye szájmaszkokat hordtunk ki, segédcsomagot hordtunk ki, boltba mentünk öregeknek, szereztünk be védőeszközöket az önkormányzatnak felkérés alapján, vagy a megyei szövetséghez mentünk föl, és a déli, Tolna megye déli részén fekvő településeknek a saját autónkkal szórtuk ki a védőeszközt, amit központilag biztosítottak. A veszélyhelyzet alatt maximálisan kitettek magukért a polgárőrség tagjai, így az elnökség úgy döntött, hogy elismerő oklevélben részesíti azt a 8 tagot, akik a legtöbbet tették ez idő alatt a városért. A polgárőrség tagjai eddig sem unatkoztak, és ezután sem unatkoznak majd. Ha tehetik, minden felkérést elfogadnak, hogy segíteni tudjanak. Az írásba tudják azt lefektetni nekünk, hogy azt kérik, hogy ezt az utcakat zárjuk le, vagy a koszorúzás zavartalanságát biztosítsuk, vagy a sportrendezvényen kiemelt létszámba vegyünk részt, mert mondjuk Bátaszékbe jutott a Magyar Kupa
csoport körébe és az Újpest jön le, tehát mind olyan szakmai kívások, amire készülünk, és ezt szeretjük írásba kapni, nem kekeckedni akarunk, de ugye nekünk is egyszer a papírról látjuk, és az alapján szervezzük, tehát mindig felkérés alapján megyünk, és ugye a vállalt szolgálatokat, meg azt mi szervezzük meg, Bátaszéken hetente 3-4-5 alkalommal is éjszaka szolgálatot tartunk. Vagy délután, vagy nappal, tehát ez teljesen kiszámíthatatlan időben megyünk be. A polgárőrségnek az erejét, a társadalmi bázisban való erőt azt észrevették már szervezetek is, és rengeteg támogatási szerződés vagy együttműködési megállapodás kötöttnek nekünk országos vagy megyei szinten, amit nekünk ugye itt végre kell hajtani, és ez nagyon sokszor köztetélyelétől veszi el. Én kicsikit híve vagyok annak, és ezt hangoztatom is, hogy vissza a gyökerekhez, és a településünk közbiztonságért tegyünk, hiszen ezért alakult meg a polgárőrség. Jövőre jubilálunk, 30 éves lesz a polgárőrség. A Bátaszéki Polgárőrség az országban elsőként alakult meg, az egyik elsőként megalakult egyesület volt. A maga a polgárőr eszmeiség kialakulásánál Bátaszéken ezt azonnal magukénak érezve megalakították a polgárőrséget. Jövőre lesz a 30. évünk, ennek szeretnénk egy, és pont abból is kifolyólag, hogy idén azért nem tudtunk egy normális közgyűlésre tartani, jövőre egy kicsit hatványozottabban megünnepelni a 30. jubileumi évfordulónkat. Szeretnénk, sőt, hát fogjuk is, ugye Túros András elnök úrtól már van egy szóbeli ígéret, hogy ő jön személyesen. Ő nagyon ritkán jár Pesten kívülre, tehát az nagy dicséret, meg nagy elismerés, hogyha személyesen lejön. Az irodátadónkra például ő lejött személyesen. Megyei elnök úr, kapitányságvezetők, katasztrófa igazgatója, az új rendőrfőkapitány még nem volt lent nálunk személyesen, ezt is pótolnánk. Az új szekszádi rendőrkapitánnyal is csak jó magam találkoztam, de a társaim nem. Őket szeretnénk mind megszólítani, az 5 települést, akit mi csinálunk, azoknak a polgármesteri képviselői. Tehát szeretnénk egy ilyen jó nagy körbe egy bensőséges 30. jubileumi évfordulót ünnepelni. A 30. évfordulóra új logót készítettek, amin feltüntetik a jubileumi számot is. A Bátaszéki Polgárőrség 5 településen működik már. Kezdetben Bátaszék, Mórágy, Alsónyék és nemrég csatlakozott Alsónána és Pörbő is. A Bátaszéki Polgármesteri Hivatal segíti az egyesületet. Legutóbb 2 kerékpárt adományozott nekik, és hamarosan pályáznak majd 2 robogóra is, hogy minél rugalmasabban tudják munkájukat végezni az egyesület tagjai. A vírus után első alkalom, hogy a Bátaszéki Polgárőrség tagsága összejön és kiértékeli így egy kicsit szélesebb körben, mi is történt a veszélyezett időszak alatt, hiszen ők ebben az időszakban is igen aktív tevékenységet folytattak. Próbálták a lakosság nyugalmát a jelenlétükkel megerősíteni. Hát erről fogunk ma néhány gondolatot váltani, és hát mindazokról a hátralévő feladatokról, amik még 2020-ban a polgárőrségre várnak, hiszen azért reményeink szerint egy igen jelentős rendezvényt is meg tudunk tartani szeptember hónapban, nevezetesen az 5. Bátaszéki Bornapokat, ahol évek óta a rendezésben aktív szerepet játszanak a polgárőrök, hiszen egyrészt a fellépő művészek testi épségére vigyáznak, hozzátéve azt, hogy természetesen nem kell, de azért részt vesznek ebben a dologban. Útbiztosításokat szoktak végezni, tehát ez egy komoly feladat számukra. És hát még az év hátralévő részében azért lesznek olyan szabadtéri rendezvényeink, ahol gyakorlatilag ők segítségükkel tudjuk ezeket megszervezni. A munkájukat alapvetően gépesítve látják el, de hát próbáljuk kicsit környezetkímélőbbé tenni az ő tevékenységüket is, ezért a mai nap folyamán 2 kerékpár is átadásra kerül. Bízunk benne, hogy ezzel is egy kicsit itt a városon belül közlekedve azért fent tudják tartani tényleg a városunknak a nyugalmát. Ebben próbálunk majd együttműködni, hogy a feltételeket továbbiakban is tudjuk biztosítani. És ahogy elnök úr is tájékoztatott, elismeri oklevelek átadására is sor kerül, hiszen néhány polgárőr társunk azért jobban kivette a részét az elmúlt időszaknak a munkavégzéséből, az ő munkájukat szeretnénk ezzel elismerni. Hagyomány már, hogy nyára diákmunkát szervez Bátaszék. Ebben az évben már a meghirdetést követő pár nap alatt beteltek a helyek, így 2 turnusban foglalkoztatják a fiatalokat a városban. Ebben a teremben komoly, a város egészét meghatározó döntések szoktak születni. Ám most gyerekzsivaj van, és legóvárak épülnek, vagy éppen papírdíszek készülnek. A polgármesteri hivatal az egyik helyszín, ahol a diákmunkára jelentkezett fiatalok dolgozhatnak. Zeyer Lila nem először vesz részt a programban. A gyerekekkel lehetek, kézműveskedhetünk, játszhatunk, közel áll hozzám, mert lehet későbbiekben erre a pályára lépek, és
szeretem a gyerekeket. A hivatal mellett több városi intézmény, a könyvtár, a Bátkom és az óvoda is a foglalkoztatók között van. Simon Csabáné, az óvoda igazgatója örömmel fogadta a lehetőséget, hogy a fiataloknak munkát adhasson. Az elmúlt évben nem dolgozott nálunk diák, így alakult, idén viszont adódott rá lehetőségünk, nagyon örültünk neki. Rengeteg munka van itt az épületben, sok dologban tudnának majd ők segíteni. Többek között, hogyha fiatal embereket sikerül majd ide szervezni, akkor a homok behordásában tudnak ők segíteni, különböző kis apróbb kertészeti munkák elvégzésében, takarításban, tehát minden, ami így a épület, illetve a gyerekek környezetének a rendben tartásához szükséges. A bátaszéki önkormányzat évek óta nyújt lehetőséget arra, hogy a nyár ne csak a pihenésről, hanem némi pénzkeresetről is szóljon annak, aki úgy érzi, ki akarja használni ezt a lehetőséget. A gyerekek már néhány hónappal ezelőtt érdeklődtek, hogy idén is várható a diákmunka. Ugye rendkívüli veszélyhelyzet azért elgondolkodtatásra adott okot, ezért sokáig úgy is tűnt, hogy nem indul ebben az esztendőben, de hála jó Istennek úgy alakult a helyzet, hogy július 1-től meg tudtuk indítani Bátaszéken is a diákmunkát. A kormányhivatalon keresztül kapunk hozzá állami támogatást. 18 fiatal jelentkezett július hónapra, akik a diákmunka keretében a városunk életének több területén fognak dolgozni. Itt a városházán, gondozási központban, óvodában, illetve városüzemeltetési feladatokat fognak ellátni. Az ő segítségükkel meg tudtuk például azt is oldani, hogy itt a városházán gyermekfelügyeletet állítottunk föl. Ezzel is próbálunk egyrészt a diákoknak munkalehetőséget adni, másrészt a kollégáinknak segítséget, hogy a gyermekük felügyelete biztosítva legyen. Számunkra is jó, hiszen így őket teljes időben tudjuk, mint dolgozókat magunk között tudni, és a munkájukat el tudják látni. Augusztus hónapban is folytatódik, ott jelen pillanatban 15 diák jelezte, hogy szeretne jönni. Az erre vonatkozó támogatási szerzések aláírásra kerültek, hát ezzel is próbáljuk a diákokat is segíteni egy kis zseppénzhez. Több olyan diák van, aki már évek óta jön is részese ennek a programnak. Azt gondolom, hogy egyfajta szemléletformáló szerepe is van ennek a dolognak, hiszen a gyerekek látják, hogy mennyit kell adott esetben dolgozni egy, hát nem túl magas, de a diákok számára mindenképpen kedvező jövedelemért. Bár ez a feladatellátás nem lehet része a kötelező középiskolai önkéntes munkaprogramnak, a megszerzett jövedelem biztosan jól jön az iskolakezdéshez vagy a nyaraláshoz. Tavaly 17. alkalommal rendezték meg a Múzeumok Éjszakája című rendezvénysorozatot szerte az országban. Bátaszéken egy nappal később nyíltak ki az intézmények kapui, sőt még a tűzoltói szakmába is betekintést nyerhettek az érdeklődők. A vírusjárvány miatt idén nem rendezik meg a programot, így emlékezzünk meg a tavalyi eseményről. A tűzoltó szakma rejtelmeiben mélyedhettek el az érdeklődők a bátaszéki önkormányzati tűzoltóságon. A gyerekek élvezettel próbálták ki a különböző felszereléseket, majd nem csak a tűzoltó autóba, hanem annak a tetejére is felülhettek. Ezért szeretem a tűzoltót. Tűzoltót? Meg mit csinálnak a tűzoltók egyébként? Oltják tüzet. Majd a kicsik tárlatvezetésen vehettek részt a bátaszéki tűzoltóságon. A gyerekeket leginkább a tűzoltósisak, a bevetési ruha és a tűzoltó autó érdekelte. Az 5 éves Marcel azonnal ki is próbálta az egyik felszerelést. Édesanyja azt mondja, a kisfiút nagyon érdekli a tűzoltók világa, és hősként tekint rájuk. Éppen ezért jöttek el idén is a Múzeumok Éjszakájára. Szerintem érdekes, hogy mit csinálnak, mert nem mindenki lát ebbe bele, így, hogyha nem látjuk. Eszközöket is kipróbáltatok esetleg? Igen. Miket? Sisakot, ruhát is talán fölpróbált tavaly. Autóba beült, megnézte, hogy milyen belülről, ment vele egy kört. Az előadást a tűzoltóságon legrégebb óta dolgozó Tresner József tartotta, aki érdekes történetekkel, régi dokumentumokkal és igen látványos tűzoltó felszerelések bemutatásával tette élvezetessé ezt a rendhagyó estét. Ez a 60-as évek sisakja. Ez mennyiben más, mint a most én az is azért védte a fejüket? Igen, ezen is ugye volt egy kepi, amit le lehetett húzni. A mai napig lehetne használni mégis, mert ugyanúgy
üvegszálasból készült, mint ezek. Csak hát azért korszerűség, mint jó, nem volt lámpa, de kell mondjam, azért lámpát föl lehet szerelni, meg az egy kicsit a kivitele is más. A kiállított tárgyak közül kitűnt az amerikai akciófilmekből ismert bevetési ruha és légzőkészülék. A tűzoltók napi használati eszközeiből állítottunk egy pár eszközt. Az például, amit kérdeztél, az egy egyvédelmi bevetési ruha. Fölöltözünk abban a ruhában, hogyha megfordult, mert tudjuk mondani, az a sima rendes bevetési ruhában. Ezt ugye a légzőkészülék rajtunk van, ezt fölveszük rá, és akkor ezt hermetikusan lezárja a tűzoltót, hogy milyen savak, lugok. Gyakran használnak ilyet? Nem. 1883-ban alakult meg a tűzoltó egyesület, most már ugye egyesület, akkor önkéntes tűzoltó testületként alakult meg. A tálat legrégebbi darabja egy 140 éves tűzoltó sisak volt. Ez még hagyaték. Uh-huh. Ez egy hagyaték. Ez a saját tűzoltóink használták. Ez a 1880-as évek, ez egy sima tűzoltó, beosztott tűzoltó, az pedig ahogy a sárga zsikkal, az a parancsnoki sisak, de ebből voltak már te díszesebbek is, részveretes, meg egyéb ilyen. Hát attól függ, hogy ki hogy engedhette meg magának, mert régen is az odafigyeltek a részletekre. Sajnos régi, kori tűzoltóruhánk az nem maradt meg, de viszont az első parancsnoknak a sapkája az a vitrínben megvan. 1883-tól egészen hoppá, ez a pénztárkönyv, ez is ugyanakkor. 1883. Igen, 1883. Ez a jegyzőkönyvünk. Ugye itt az összes esemény, ami történt a nagyközségbe, azt mind lejegyezték, ez egészen 46-ig. 1946-ig, igen. Bóta Gyula, a tűzoltóság parancsnoka azt mondja, rengeteget változott lánglovagok eszköztára és az általuk használt technológia is. Ezt szerették volna megmutatni ezen a tálatvezetésen. A jelenlegi tűzoltótechnika ugye azért sokat fejlődött, ha csak mondjuk egy légzőkészülőkről, egy modern légzőkészülékről, vagy akár egy bevetési ruháról beszélünk, de nyilvánvalóan mondjuk egy modern gépjármű fecskendő is teljesen más, mint az itt mögöttem látható lovaskocsi fecskendő, illetve a különböző lajtos kocsik, amik korábban voltak. Most már ez azért össze van gyúrva, nagyon jó ki van találva az a technika, amivel most jelen pillanatban dolgozunk. Én mindenképpen szeretném rávenni a gyerekeket, felnőtteket, lesz rá arra lehetőség, hogy menjünk a gépjármű fecskendővel, hogy érezzék, hogy milyen az, amikor egy nagy tűzoltó autóban vagyunk. Mert a bátaszéki tűzoltóság bőven az 1800-as évek végén megalakult, mint önkéntes tűzoltó egyesület, és hát innen a kronológiát mutatjuk be folyamatosan, hogy hogyan változott, hol volt korábban a tűzoltóság, és hogy hol van most, hol dolgozunk mi. Eközben egy másik helyszínen, a bátaszéki tájház udvarán képzőművészeti és zenés program zajlott. Kovács Gábor muzsikus ismert dallamokat játszott le, ám a hangszer nem mindig volt szokványos. Előfordult, hogy egy felmosó nyelet vagy éppen egy biciklipumpát fújt meg. A gyerekek nagyokat kuncogtak, miközben jó ízűt haraptak a szervezők által sütött nutellás palacsintából. Játszottunk, meg a nénivel tanultunk német éneket. A múzeumok éjszakájára izgalmas programokkal készültek a bátaszéki művelődési ház munkatársai. A tájházban tálatvezetésen lehetett részt venni, az udvaron német dalokat tanultak az érdeklődők, a Heimat tánccsoport jóvoltából, sőt különféle izgalmas anyagokból hangszert is készíthettek a gyerekek és szüleik. Idén igazából nem volt nehéz dolgunk, mert tavalyi év nagyon sikeresnek bizonyult. Elhívtuk Kovács Gábor muzsikust, aki ugye rendhagyó koncertet adott, tehát az érdekes hangszereivel, hangszerkészítéssel nagyon megfogta a gyerekeket, és még tavaly megígértették velünk a gyerekek, hogy idén őt visszahívjuk. Tehát így a fő produkció el volt döntve már tavaly, de ugyanúgy, mint tavaly, idén sem hagytuk ki a kézműves foglalkozásokat, a palacsinta sütést és evést, illetve, ami a legfontosabb talán, a tájháznak a nyitvatartását, az ingyenes megtekintését és az itt létet. Hát célunk mindenképp az, hogy a tájházat kicsit közelebb hozzuk az emberekhez. Tehát ne csak múzeumként, kiállítóhelyként gondoljanak rá, hanem akár rendezvények helyszíneként is, ahova a gyerekek már rutinosan, ismerősként jönnek vissza. Ugye több ilyen alkalom is van az évben, tehát itt húsvét hétkötől kezdve, múzeumok éjszakája, és még sorolhatnám.
De ez kimondottan ezért van ez a program, hogy a gyerekek, a felnőttek, ha egyébként nem is jönnének el a bátaszéki tájházba, de egy-két kísérő program, ami ide csalogathatja őket, akkor eljönnek, esetleg beismernek a szobába, ismerkednek a házzal, és ezzel az egész közeggel. A 17. alkalommal megrendezett Múzeumok éjszakája című rendezvénysorozaton több mint 400 helyszínen csaknem 2000 programot kínáltak a szervezők országszerte. A rendezvény központi témája az idén az utazás és a digitalizáció volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!